Immár 8. alkalommal rendezik meg a Piano Fest nemzetközi zongora fesztivált Szabadkán. Vendégem Görög Noémi, az Elekte Egyesület művészeti igazgatója. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szia. Köszöntöm a tévénézőket. Hát miért jelentős ez a zongora fesztivál Szabadkának? Mondhatjuk, hogy már hagyományá vált. Azt hiszem, ezt így nem tudnám én kimondani, hogy ez egész Szabadkának jelentős, az biztos, hogy nekünk nagyon fontos, és remélem, hogy másoknak is az. Ugye az Elekte civil szervezet 15 éve alakult, aminek a művészeti vezetője vagyok, és akkor azt fogadtuk meg, hogy igyekszünk majd minél több klasszikus zenei koncertet szervezni, műhelymunkákat, mesterkurzusokat és fesztiválokat, és akkor a programjaink azok úgy alakultak, hogy azok határozták meg, akik csatlakoztak a civil szervezethez, így van egy nagy fúvós zenei fesztiválunk, a Famous, ami 11-szer kerül majd megszervezésre februárban, és van a zongora fesztivál, ami elsősorban a zongoristáknak volt fontos. Különben ennek az a múltja, hogy ugye a zongoristáink is a Szabadkai Zeneiskolába jártak, és amíg mi tanultunk az iskolában, augusztusban, mindig utolsó hétvégén, az ex-jugoszláv tagállamokból érkeztek zongoraművészek és zongoratanárok az iskolába, és zongorázni tanulók is, és az egy fantasztikus hangulat volt, rengeteget tanultunk azon a héten, barátkoztunk, és egy ilyen energiadömping volt, és úgy indultunk bele az új iskolaépbe, és valahol ezt szerettük volna visszahozni ezzel a fesztivállal, ami 10 éve kezdődött, és hát most van különben 8. alkalom, amikor két Covid évünk volt, amikor ki kellett hagyni. Kik lesznek a fellépők, és milyen produkcióval készülnek idén? Hogy fog kinézni a fesztivál? November 10-én Simon Izabella és Várjon Dénes játszanak majd. Róluk azt kell tudni, hogy Magyarország egyik legjobb zongora kettőséről beszélünk. Egy gyönyörű programmal készültek. Bachot játszanak majd, Kurták György átiratában, Schumann, Debussyt, Ravelt, Dvorzsákot. Hatalmas megtiszteltetés, hogy elvállalták a felkérést. Ugye Várjon Dénes Kossuth Díjas zongoraművész, én őt először évekkel ezelőtt a Művészetek Palotájában hallottam játszani, és Radulupura volt jegyem, és úgy beugrott helyette, és emlékszem, hogy ott ültem, és nem hittem el, hogy mit hallok. Egészen zseniális zongorista, és hát ők fogják megnyitni most ezt a koncertsorozatot. November 11-én Érdi Tamás játszik majd. Róla biztosan sokan tudják, hogy egy hibás inkubátorban veszítette el a látását koraszülöttként, tehát egy világtalan zongoraművészről beszélünk, akiről nagyon gyorsan kiderült, hogy hatalmas tehetség és nagy zenészek karolták föl, olyanok, mint Kocsis Zoltán. Nem először játszik Szabadkán, gyakran jár a Vajdaságba is, és azt szoktam észrevenni a Tamásnak a koncertjein, hogy őt egészen egyszerűen szereti a közönség. Nagyon-nagyon szeretik, ahogy játszik, mert egy ilyen nagyon tiszta lelkű ember, és ez nyilván a játékában is benne van. Ő egy Chopin Liszt műsort hoz majd. És akkor ez hétfőn lesz, kedden, november 12-én már két koncert lesz, ez egyik 7 órától, a másik 8 órától, szintén a Szabadkai Városháza dísztermében. Itt ezt akartam kérdezni, helyszíneket esetleg? Igen, három helyszínen zajlanak az események különben, nyilván mi nagyon kötve vagyunk a Szabadkai Városháza dísztermében, mert ott van a koncertzongora, úgyhogy 6 estén keresztül ott leszünk 15-ig, és ebből 3 estén lesz az, hogy hát 7-től és 8-tól is lesznek hangversenyek, és ugye variálunk, mert ugye beszéltem most szólóhang koncertről, beszéltünk 4-kezes koncertről, lesz dalest, és az utolsó estén a Városházára érkezik egy másik zongora is, úgyhogy 2 zongorás estet is hallhatnak majd azok, akik ezt szeretnék hallgatni. A másik helyszín az a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar lesz, november 16-án, egy teljes napon keresztül barokk napot fogunk tartani. Ez azért érdekes, mert ilyen még nem volt. Egy csámvaló lesz a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar dísztermében, és az első dolog, ami itt meg fog történni, az 11-től egy előadás, Balogh Zsolt jön, aki nem csak zongora, de csembaló művész is, és beszélni fog 14. Lajos koráról, illetve az akkor táncolt táncokról, amik lassan beépülnek a barokk szvittekbe. Úgyhogy tulajdonképpen egy elméleti előadáson kívül tánclépéseket is fog mutatni, tehát egy szakmai előadásról beszélünk, ami nem csak zenészeket, táncosokat is érinthet, illetve ott is lesz egy koncert 5 órától, egy csembaló koncert, ami után ki is lehet próbálni ezt a hangszert, és 7:30-tól pedig egy reneszánsz táncházat tartunk majd élő zenére,
Három hegedű, két cselló és egy furúja lesz a zenekar, egy rögtönzött reneszánsz zenekar. Előtudás nem szükséges a táncházhoz. Azt mondta, aki vezetni fogja, Balog Zsolt, hogy a jókedv viszont garantált, erre viszont jelentkezni kell az Elekte Szubotica Facebook oldalán, illetve az International Piano Fest @gmail.com-on tudnak jelentkezni. Jó, tudom, hogy jótékonysági jellege is van a fesztiválnak? Így van, mint minden évben. Szofia Pránicsnak gyűjtünk ebben az évben, ő egy éves és szabadkai. Aki érdeklődik a programok iránt, hol talál részletes leírást, jegyek esetleg? Nincsenek jegyek, tehát szabadon látogatható, ezt ki szeretném hangsúlyozni, tehát bárki jöhet a helyszínen önkéntes adományokkal, tehát dobozokba gyűjtjük az adományokat. A részletes program viszont az Elekte Szubotica Facebook oldalán, illetve az elekte.com-on, vagyis most már a támogatóinknak köszönve egy saját honlapunk is van, a pianofest.net. Ezeken lehet követni a programot. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát nagy számú közönséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm.